Olyan szoftverfejlesztésekben gondolkodunk, ami jellemzően inkább a közösségi médiának az oldalfejlesztését befolyásolja. Az ISD Dunafer ZRT karrierportáljáról beszél Kövesi Gábor, munkaerőgazdálkodási főosztályvezető. Az új év beköszöntével útjára indult ugyanis a www.gyereadunaferhez.hu weboldal. Ennek köszönhetően egyszerűen az interneten keresztül jelentkezhetnek az érdeklődők a vállalatcsoport meghirdetett állás lehetőségeire. Az elmúlt évek munkaerőpiaci helyzete hozta azt a, illetve tette szükségessé azt, hogy a társaságcsoport létrehozzon egy olyan egységes karrierportált, ahol a jelentkezők, a Dunaferes állásra jelentkezők egy helyen láthassák az összes lehetőséget a vállalatcsoportnál. Gyakorlatilag az összes olyan pozíciót, amire munkatársat keresünk, és lényegesnek tartottuk azt, hogy innen már viszonylag könnyedén és egyszerűen tudnak rájelentkezni az adott pozícióra. Fő szempontunk volt az egyszerű kezelhetőség, illetve az oldal elérhetősége mindenfajta kommunikációs eszközről, telefonról, tabletről, számítógépről, hogy minél fiatalabb korosztályokat is el tudjunk érni, ugyanis tudjuk azt, hogy a fiatalok manapság már jellemzően inkább a mobiltelefonjukról szeretik intézni az ügyes-bajos dolgaikat. Ezért szerettük volna, hogyha ezt az oldalt bármilyen ilyen eszközről, kommunikációs eszközről el lehet érni. A projektbe bevontuk a közvetlen HR kollégáinkat, illetve olyan külső kommunikációs, illetve PR tanácsadókat, akik nagyban segítették a csapat munkáját abban, hogy ez a karrier oldal létrejöhessen. Én szerintem ez egy nagyon sikeres és eredményes oldal lett, különben úgy gondolom, hogy közvetlen képi és látványvilágával sokkal többet ad, mint egy sima karrier oldal. A karrierportál üzemeltetői minden beküldött jelentkezésre válaszolnak, továbbá a személyes adatok védelmére is nagy hangsúlyt fektetnek. A kollégáim minden az oldalra jelentkező érdeklődőnek visszajelzést adnak, akár meghirdetett pozícióra, illetve csak önéletrajzot küldtek be, vagy csak a telefonszámukat adták meg. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Az oldal fejlesztése során nagy gondot fordítottunk az adatok védelmére, a személyes adatok védelmére, mivel tavaly életbe lépett a GDPR törvény, ezért ennek a biztosítása egy nagyon fontos szempont volt a projekt során. Az informatikusok tervezik a karrier oldal fejlesztését is. A fiatalok könnyebb eléréséhez a közösségi média előnyeit is igyekeznek kihasználni. Szeretnénk ezt az oldalt továbbfejleszteni a közösségi média irányában, ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalok jellemzően ezeken az információs vonalakon kommunikálnak inkább. Ezért cél az, hogy ebbe az irányba vigyük el ezt a karrier oldalnak a fejleszthetőségét, illetve fejlesztését. A jövőbeni fejlesztéseinket azonban nagyban meghatározzák azok a munkaerőpiaci trendek, amik most egyelőre fokozott munkaerő hiányt jelentenek a munkaerőpiacon, de reméljük, hogy ez az oldal ezt a munkát, a mi munkánkat nagyban segíteni fogja. A fejlécben megtalálható az állások menüpont. A honlap működését ismerteti Kovacsik Tamás szakértő. Mint mondja, az egyik közösségi oldalon is elérhetővé tették a gyereadunaferhez.hu weboldalt, hogy az internetezők megoszthassák ismerőseikkel az állás lehetőségeket. A jelentkezést azonnal le lehet adni az oldalon, már az első látogatás során, de aki esetleg jobban érdeklődik a cégről, vagy hogy milyen pozitív oldala van a Dunafernél dolgozni, az azt is megtalálja ezen az oldalon. Azért az fontos tudni, hogy itt nem csak a Dunaferről, hanem a teljes vállalatcsoportról talál álláshirdetéseket, úgy mint a munkaerőkölcsönző, kokszoló, dutréd és egyéb cégeknek a hirdetései is fönn vannak. Érdemes tehát gyakran visszatérni és feltérképezni az állás lehetőségeket. Emellett szinkronban az oldalnak van egy Facebookos verziója is, ahol szintén fölkerülnek az állás hirdetések, szintén megtalálhatóak. Itt lehetőséget adunk arra, hogy esetleg könnyebben megosszák vagy terjesszék egymás közt az emberek a hirdetéseket, illetve az állás lehetőségeket. Az oldal használata egyszerű. Amennyiben a munkakereső megtalálta a számára kedvező ajánlatot, a személyes adatok megadásával és szükség esetén az önéletrajz feltöltésével jelentkezhet az adott állásra. A honlapon lehetőség van keresésre a pozíciók között végzettség alapján is.
Hát tulajdonképpen semmi más feladata nincs ilyenkor az embernek, mint hogy kiválasztva az álláshirdetést. A megjelenő űrlapon keresztül néhány személyes adatot lead, illetve ha szükséges, akkor önéletrajzot is feltölt. Ez nem minden álláshirdetéshez kötelező. És e-mail cím vagy telefonszám megadásával gyakorlatilag leadja a jelentkezését, ezt földolgozzák a HRS kollégák, és rangsorolás után tulajdonképpen mindenkinek visszajelzést fognak adni arról, hogy elnyerték-e a pozíciót, vagy nem. Illetve ha szükséges, akkor fölveszik vele a kapcsolatot állásinterjú vagy egyéb egyeztetés céljából. Azok, akik nem szeretnék adataikat megadni az oldalon, vagy általános érdeklődéssel, információkéréssel fordulnának a Dunaferhez, e-mailben is felvehetik a kapcsolatot a vállalat szakembereivel a karrier@isd-dunafer.hu címen keresztül.